Üdvözlünk, kedves barátaim! Következő pár percben válaszolunk arra, hogy most akkor az anyag keletkezik az élőből, a halott anyag, vagy az élő a halott anyagból keletkezik. Hogyha mi megnézzünk akár Bhagavad Gita-t, meg a Srimad Bhagavatamot, ott mindig mutatja, hogy a tudat az egy lelki természetű lélek. És ezért egy lélek az anyagból nem tud keletkezni. Bhagavad Gita-ból Krishna pontot rakja erre a dologra, mondja Bumira Panna Lova Yurkammano Budiriva Csá. És akkor azt mondja, hogy van 8 elem, amiből áll a világ. És mondja, Bina Prakriti Ashtada. Akkor ez egy az én elkülönült energiám. Szóval a halott anyag Istennek az elkülönült energia, és utána azt mondja Apara Prakriti, hogy ez egy alacsonyabb rendű energia, mivel halott. És van egy külön független tőle Para Prakriti, ami azt mondja, hogy magasabb rendű belső vagy lelki energia. Jiva Bhuta Mahabahoyai Tam Dharatam Jagat, ami lélek, ami fenntartja az anyagot. Az anyag függ a lelkem. A lélek, persze amikor már a lélek, mint mi veletek vagyunk, bekerültök anyagba, ebbe a testbe, akkor mi is függünk rajta, mert hogyha korlátozott lesz a mozgásba a testünk, akkor nem tudjuk mozogni. Hogyha eltörik a gerincünk, akkor lebénül az ember, vagy valami aggyal történik, akkor megint korlátozott lesz. Most úgy néz ki, mivel a léleknek a tudata korlátozott, ezért a test hatás alatt van. Ezért úgy tűnik, hogy anyag kontrollálja a tudatot. De valóban a tiszta állapotban nem így van, hanem lélek tartja fel az anyagot. Már csak, hogyha megnézünk, hogy ha lélek nincsen az anyagba, a testbe, akkor ez a test összes funkciója meg fog állni, leáll és bomlik, és szétesik. Viszont test nélkül, anyag nélkül a lélek nem bomlik, nem esik szét, hanem tovább marad létezni. Szóval már itt veletek, hogyha csak a Földön járó példákat nézünk, anyagi test nem tud létezni lélek nélkül, a lélek az megy következő testbe, tud létezni test nélkül, akkor már látjuk, hogy anyag függ a lelken, a lélek pedig független és magasabb rendű, és megint ez egy teljesen különböző energia. Ahogy a vízet nem lehet összekeverni az olajjal, ugyanúgy a lelket nem lehet összekeverni az anyaggal. Mivel ellentétes természetűek, ezért az anyag nem tud lenni forrása vagy oka egy olyan termésnek, ami ellentétes természettel. Értitek? Műanyagból nem lehet csinálni vasat. Így nem tud lenni. Sehogy. Mert megint egy kicsit nézünk veletek. Másik szemszögből. A élet több tulajdonsággal rendelkezik, mint az anyag. Mert az anyag nem érzékeli semmit, nem lát semmit, nincsen tudata. Ez azt jelenti, hogy több tulajdonság van az életben, mint az anyagban. Nem létezhet ilyen, hogyha az okozat tulajdonsággal rendelkezen, mint az ok. Így, mivel Isten, vagy mondjuk így, ezért a tudatnak kell, hogy a forrása, az okozata minimum tudattal rendelkezzen. Nem lehet, hogy nem rendelkezik tudattal, és akkor mi több lettünk, mint anyag. Ez így ilyen sose fog megtörténni. Ezért, mivel Isten ő maga a tudat, ő a tudatos, ő a tudattal rendelkezik, akkor ő az okozat mindennek, mint az anyagnak, mint a léleknek. Ezért ő azt mondja, hogy én vagyok a forrása ennek a anyagi energiának, ami 8 elemből áll, Bumir, Aponna, Lavajor, Kamano, Budirevacsá, ez azt jelenti föld, víz, tűz, levegő, éter, elme, intelligencia, hamiságok.
ebből a 8 elemből áll az anyag, a paraprakriti megép, a lelki energia, Jiva Bhuta, tudatos élőlényekből áll. Oké. Na most írjátok a kommentekbe, hogy érthető-e volt, amit próbáltam megosztani veletek, válaszolni erre a kérdésre. Természetesen ne felejtsétek feliratkozni a csatornára, lájkolni a videót, és kérdezni tovább. Köszönöm szépen! Hare Krishna!